fejlődésre van ítélve, mondta Krix Lajos polgármester. Az idei költségvetést elfogadták több mint egy hete, ez magasabb, mint 370 millió forint. Hogy mire elegendő ez az összeg 2018-ban, mi az, amihez még nem árt pályázni, ami mondjuk sose ártalmas, erről kérdezem a polgármestert. Gondolom, hogy konszenzussal simán elfogadták ezt a költségvetési tervet, vagy azért voltak viták? Én azt gondolom, hogy a vita az azért kell, mert akkor elgondolkodik az egyik fél is, és a másik fél is, hogy mi a helyes megoldás. Jó magam és a tervezést előkészítő munkatársakkal együtt azt gondoltuk, hogy mi alternatívát mutatunk be a Tinyei képviselőtestületnek. Tehát nem egy kőbe vésett, hogy igen, most ezt kell célszerű megszavazni, hanem bizony két számsort mutattunk be. Az egyik egy kevesebb tartalékkal rendelkező számsor, a másik egy magasabb tartalékkal rendelkező számsor. Végül is a képviselőtestületünk többségében elfogadta a magasabb tartalékkal rendelkező számsort. Igen, észszerűbb, de én azt gondolom, hogy mint Tinyének is, és minden önkormányzatnak bőven megvan a lehetősége arra az év folyamán, hogyha szükséges, akár pozitív vagy negatív változások következnek be, akkor a költségvetést ugye lehet módosítani. Az igévekkel egybevetve ez magasabb főösszeg, vagy alacsonyabb? Egy picikét magasabb a 2017-es főösszegünkhöz képest. Ellenben azt is érzékeltetjük a lakossággal, hogy bizony elnyert pályázatokból fakadó megvalósítások, kivitelezések, azok átcsúsztak a 2018-as évre, és éppen ezért hát ez most picit magasabb, nem sokkal, de picit magasabb. Kezdjünk mindjárt ezekkel. Milyen pályázati pénzeket, összegeket nyertek, és ebből milyen beruházások várhatók idén? Változatlan a Tinyének a legnagyobb problémája a kötelező feladatellátásból fakadóan, ugye az utak, járdák, vízelvezetésnek a felújítása, megoldása és javítása. Ez még 2017-ben elnyert pályázatokból fakadó megvalósítást jelentenek, így útépítés is folytatódik, vízelvezetés a községet sújtó nagy esőzések esetén az övárkoknak a rendbehozatala. Rendben van, közbeszerzésen már keresztül futottak, megbízást kapott a nyertes kivitelező, tehát igazából arra várunk, hogy ne a sárba kelljen nagyon dolgozni, hanem jobb idő legyen, és elkezdődnek ezek a munkálatok. Mely utakat, mely utcákat, vagy utcakaszokat érintik ezek a felújítások? Honfoglalás utcát fogja érinteni, most már ez szinte egy ilyen visszatérő lakók által állandóan megjelenő szóbeli és e-mailbeli és más csatornákon megjelenő kérdések, hogy vajon mikor lesz már kész az Honfoglalás utca. Hát én ígérem a lakosságnak, hogy a 2018 meghozza az eredményt. Ez egy évig tartó felújítási munkálat, vagy ha tavasszal jó időben el tudják kezdeni, és az időjárás is kegyes, akkor akár már előbb is, mint év vége? Igazából ha megfelelő gépi felszereltséggel és megfelelő erővel vonul fel a kivitelező, akkor rendkívül módon lerövidíthető ez a folyamat. Magyarul hetek alatt elkészül a honfoglalás utca. Hát akkor még idén is élvezhetik igen. Az előnyeit. Gondolom, hogy ettől függetlenül a lehetőség kínálkozik, akkor pályáznak további pénzekre. Természetesen várjuk, hogy milyen pályázati lehetőségek jelennek meg. Azzal tisztában vagyunk, hogy sajnos Pest megyét még mindig 2019, illetve 2020-ig sújtja az a probléma, hogy ugye EU-s pályázatok nem jelennek itt meg Pest megyében, de minden olyan más pályázat, ami a belügyminisztérium részéről ugye kiírható helyi pályázat, illetve magyarországi pályázat, azt hát ott leszünk, és hát igazából figyeljük ezeket, mint például azt hiszem a múltkor is szó esett erről az egészségügyi ellátásunknak az alapfeladat ellátását, ugye az orvosi rendelő, házi orvosi rendelőnek a valamelyest felújítására, hát ugye forrásokat kell szereznünk. Mire lenne még égetően nagy szükség? Ezt tudom, hogy a művelődési ház felújítása hát igen, művelődési ház. Csak hát az egy nagyon nagy túlnyúl a mi forrásoldani lehetőségeinken, tehát valamilyen módon egy olyan konstrukciót kell kitalálni, ami tényleg megoldást jelenthet. Egyébként folytatni kell a lakóövezeteinkben a járdáknak az felújítását, illetve folytatni. Hát bele se kezdtünk még, tehát igazából Tinye ebben nagyon elmaradott,
és azt gondolom, hogy megvannak a forrásoldali lehetőségeink, hogy ebben az évben az utak mellett elkezdjük a járdák állapotának a javítását is. Buszmegállókat szeretnénk csinosítani, újat létesíteni, hát erre elkezdődtek a kutakodások feltérképezése a folyamatnak, hogy mi legyen az, ne hivalkodó, ne olyan pénzeszközeket kössön le, ami felesleges, viszont az emberek ne az esőben ázzanak a buszra várva, hanem legyen egy kis fedett hely. Gondolom azért az utakat, meg a környezetet azért sem árt rendben tartani, meg megépíteni, mert hogy, ahogy polgármester úr is említette, itt jelentősen megnőtt az érdeklődés a kínai ingatlanok és telkek iránt. Tehát van egyfajta beáramlás, vagy kiáramlás ide. Míg eddig nem találkoztunk olyan helyzettel, amikor egy telekre mondjuk több érdeklődés lenne, most ez lehet, hogy a véletlen műve is, de igen, van egy olyan telkünk, amire most több érdeklődő van. A törvény is azt mondja, és mi is így gondoljuk, és a képviselőtestület ebben ugyanis ezt nyugtázta, és elfogadta, és felhatalmazta a polgármestert és a jegyzőt, hogy ebben járjon el. Valószínűleg licitáltatni fogunk, tehát egy nyílt licitet hirdetünk meg egy telekre, mert bizonyára most három érdeklődő van. Én úgy gondolom, hogy ez, hát, ahogy az imént mondtam, ez kötelessége is az önkormányzatnak, és hát akkor meglátjuk, hogy a licitet majd kinyeri. Mi a vonzó tényébe? Most nyugodtan lehet elfogult. Miért szeretnek idejönni a népek? Családos túl, mi az, amit itt megkapnak, amit a környező településeken esetleg nem, de itt mindenképpen. Ma már Tinnyén eléggé elterjesztettük azt a hírt, és a lakók is ugyanezt mondják, hogy ne legyen Tinnye iparral tűzdelt terület. Nem is tudjuk ezt megoldani, tehát igazából itt iparterületi fejlesztésben ma már nem nagyon gondolkodik Tinnye. Persze gazdasági kereskedelmi övezetre kijelölt részeink vannak, ami a helyi építési szabályzatnak a esetleges módosításával van, valamelyest ugye módosításra is kerülhetnek. Tehát igazából a nyugodtságot, nyugodt falusi légkört keresik az ide települni szándékozók, és éppen a múlt testületülésen, abban is határozott a testületünk, hogy például az avarégetés, ami adott esetben zavaró is, de egy falusi környezetben nem megtiltható, azt próbáltuk úgy szabályozni, hogy a lakói véleményeket már belefogalmaztuk, nevezetesen hétfőn és pénteken lehet avarégetés is igen kontrollált körülmények között, tehát ugye műanyagot nem szabad beledobni, és ehhez majd a apparátusunk, illetve a közterületfelügyelő és a lakók egymásra figyelve, hát figyelni fognak erre a dologra. Nagyon fontos, hogy hétvégén viszont ne legyen szombat-vasárnap, mert hát akkor mindenki otthon van, pláne megjön a jó idő, akkor kertbe, ezt-azt, hát szabadidős tevékenységek vannak, akkor nem éppen az a jó dolog, hogyha égetik az avart. Gondolom, hogy a szóba jött ugye a betelepülők kapcsán az, hogy gyerekekkel költöznek ide, hogy az óvodájuk, iskolájuk az kiválóan és jó felszerelten működik. Sőt, az óvodában új vezető is van. Igen, hát amire nagyon oda kell figyelnünk, ami az önkormányzat figyelme és kezelés alatt működik, az az óvoda. Sajnálatos módon ugyan tulajdonunk az iskola, de hát klik felügyelete alatt működik, de nagyon jó szakmai színvonalval, én azt gondolom, hogy a felszereltség is nagyon jó, túl vagyunk ugye ma már hosszú évekkel ezelőtti fenntartási időszaka is lezárultak, tehát például szeretném megemlíteni, hogy a költségvetésünk megfogalmazásában, létrehozásában ma már nincsenek olyan bizonytalansági pontok, ami esetleg egy múltból fakadó rossz adminisztráció miatti visszakövetelést jelentené, tehát igen, múltból fakadó veszélyforrások megszűntek, ha így tetszik Tinnyén. Tehát konszolidált gazdálkodást tudunk folytatni, jól tudunk tervezni, és nagyon-nagyon fontos, és ezt próbáltam kellő alátámasztással oda tenni a képviselői asztalra, hogy a figyelőrendszerünk, a monitoring rendszerünk, ami napról napra, hétről hétre, negyedévről negyedévre
nézzük a költségvetésnek a működés felhasználását, forrásainak a bejövetelét, az mindenképpen garancia arra, hogy nem fogjuk hirtelen magunkat olyan helyzetbe találni, hogy nem számítottunk erre, nem lesz ilyen. Tehát én a képviselők felé azt tolmácsolom, hogy mindig időben tudunk lépni, akár pozitív irányba, akár negatív irányba. Hangsúlyos továbbra is a közösségi élet szervezése, kulturális programok színesítése. Most éppen, ha minden igaz, Laócer még mindig védelem alatt áll, be van burkolva. Lehet tudni, hogy monastori mester úr mire készül a folytatásban? Egy olyan összefüggése is van ennek a dolognak, hogy a Budakörnyék Önkormányzatok Társulásában ugye megfogalmazódott, hogy szeptember hónap folyamán testvértelepülések meghívásra kerülnek ebbe a körzetbe, Zsámbéki-medencébe, és hát minden település, aki a Budakörnyék Önkormányzati Társulásba beletartozik, vegye ki a részét programokkal, és mit tud valami különlegességet kínálni. És így tárgyalni fogunk a szervezőkkel a Budakörnyéki Társulásban, hogy tínje mikor és milyen programmal adhat, akár egy homokszobornak a megalkotásával. Ott alkotnánk Budakeszin, mert úgy tudom, hogy Budakeszi lesz a helyszín. Igazából lehetne ott is egy kisebb szobor, de mi azt szeretnénk, hogyha még egy hozzáépülő mellékprogrammal itt egy nagyon jó kis parciális programot tudnánk kialakítani tényén, mondjuk egy homokszoborral, és hozzátartozóan egy, ami most hirtelen szembe jutott, tényén él egy nagyon-nagyon hát elismert állat, kis állati domárunk. Tattuk a tévénkben. Valószínűleg meg fogunk kérni arra, hogy ebben a programban vegyen részt, és lehet, hogy nagyon szépen be tudjuk tenni ebbe a Budakörnyéki, Zsámbéki-medenci. Mellé már csak sört kell csapolni, és ilyen kis sülteket, mert hogy ez egy gasztronómiai rendezvény is lesz ugye a testvértelepülésekkel. Hát sok sikert kívánok ehhez az évhez is, hogy ezek a elképzelések valóra váljanak, és azért pályázzanak eredményesen. Van-e valami, amivel még kiegészíteni, polgármester úr, az eddig elhangzottakat? Most lesz a tervnek a bemutatása, az Esztergom M1-est összekötő gyorsforgalmi útnak a tervezők általi bemutatása a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Intézetnél. Jó, magam is ott leszek, és a kollégákkal együtt hát érdeklődve várjuk, hogy mikor fog aktualizálódni, illetve mikor tudja kiírni majd a kormány a kivitelezői pályázatot. Tehát nekünk nagyon-nagyon fontos tényének, hogy ez lássuk az elkövetkezendő időszaknak a időfaktorait, hogy mikorra lekészül el, és hát mikorra tehermentesedhet tényé a nagyon nagy forgalom alól. Tehát összefoglalva akkor a közlekedés, de hát az nem önökön múlik alapvetően, oldódjon meg. Tehát legyen egy elkerülő forgalom, plusz orvosi rendelő és művődési ház, egyébként meg virul a település. Hát nagyon szeretnénk, hogyha egyre boldogabban élnének itt az itt lakók, és megértésben mindent meg tudnánk oldani.